azt, amit Lázár művel, az egyszerűen felháborító. Ki kéne onnan rúgni úgy, ahogy van. Nem lenne az, hogy egy terhes kismama áll, mert nincs ülőhely, de mozdulni se tud, mert az állóhelyek is dugig tele van a hév. Hát jöjjön egyszer Orbán Viktor és utazzon a héven. Én azt kívánom. Meg a Lázár János is. Akkor, mikor a legmelegebb van kint, és ezen meg se klíma, semmi, akkor biztos, hogy egy kicsit elgondolkoznának, hogy miért is van ez, hogy lázadnak az emberek. Felmerült, hogy a Hév járműparkjának állapota miatt egészen egyszerűen járatcsökkentést vezetnének be. Mi arra voltunk kíváncsiak, mit szól ehhez az utazóközösség, ki lehet a hibás, és vajon mi lehet a megoldás. Mit szólna ahhoz, hogyha a rossz minőségű járművek állapota miatt csökkentenék a hévjáratok számát? Ez borzasztó, tehát az egész hévet föl kellett volna már nagyon-nagyon rég újítani. Rengetegen utazunk rajta Csapelen, csak a hévvel tudunk bejönni, semmi mással, hát a busz az nem megoldás, nem is volt soha megoldás. De azt, amit Lázár művel, az egyszerűen felháborító. Ki kéne onnan rúgni úgy, ahogy van, mondjuk az egész kormánnyal együtt, és a hévet már nagyon rég fel kellett volna újítani. Ha visszaállítanák azt, hogy 10 percenként járna a hév, akkor nem lenne tolongás. Nem lenne az, hogy egy terhes kismama áll, mert nincs ülőhely, de mozdulni se tud, mert az állóhelyek is dugig tele van a hév. Szerintem ez nem feltétlenül oldja meg a problémát, esetleg a beígért beszerzésük az új kocsiknak az megoldaná a helyzetet. De ez elég fontos lenne, hogy ne legyen csökkentve a járatsűrűség, mert nagyon sokan az agglomerációból bejárnak, és én is így autót leteszek Csepelen kívül, és így kiszolgáltatott helyzetben lennénk, hogyha csökkentve lenne a járatsűrűség. Én szerintem nem csak ritkítani kéne, hanem már új hévkocsik is kell lennének, mert iszonyatos, ahogy kinéznek. Az embernek nincs gusztusa se leülni, se felszállni a kocsikra. Hát ez butaság. Miért? Hát azért, mert a reggeli és a délutáni csúcs iszonyú sok ember van rajta. És pláne, hogyha jön ez a vacak idő, még több fertőzött lesz, és egymást még jobban megfertőzik. Tehát én itt járok most már 37 éve, azóta ígérik, hogy be fog jutni esetleg a Kálvin térig, hát örülünk, ha Borárosra egyáltalán be tud jönni. Vagy a járatokat csökkentik, vagy a kocsi számot. Mi a véleménye, ki tehet erről, és vajon mi lehet a megoldás? Hát jöjjön egyszer Orbán Viktor és utazzon a héven. Én azt kívánom, meg a Lázár János is. Akkor, mikor a legmelegebb van kint, és ezen meg se klíma, semmi, akkor biztos, hogy egy kicsit elgondolkoznának, hogy miért is van ez, hogy lázadnak az emberek. A főváros tegyen azért, hogy Budapest közlekedése sűrűbb legyen. Nem lenne annyi autó az úton. Egyértelmű, pénz kell. Nem ellopni kell a pénzt, hanem belefektetni. Pont ilyen fontos dologban, mint a tömegközlekedés például. A hírekben lehetett hallani, hogy egyszer majd lesz fejlesztés, nyilván természetesen rászorulna a jelenlegi járműpark némi fejlesztésre. Természetesen alkalmazkodó emberek vagyunk, tehát ezen is elközlekedünk egy darabig, de nyilván szükség lenne, időszerű lenne lecserélni őket. Szerintem a rendszerváltás utáni összes kormány tulajdonképpen. Mi lenne a megoldás? Ismételten mondom, új hév kocsik beszerzése. Ezek nem is tudom, 40-50 éves szerkezetek, és folyamatosan javítják, mert a végállomásnál szoktam leszállni, tehát ott látom, mindig a műhelybe tevékenykednek, úgyhogy van velük mit csinálni. Úgyhogy én bízom benne, hogy ennél rosszabb nem lesz. De több évtizedre kellene visszamenni.